Magyarország területének egyötödét, vagyis körülbelül 2 millió hektárt borít erdő. A nagysága miatt szükséges egy olyan alapdokumentum, ami az erdőgazdálkodást szabályozza. 2006 és 2015 között a Nemzeti Erdőprogram foglalta össze a feladatokat, a 2016-2030-as időszakban pedig a Nemzeti Erdőstratégia határozza meg azokat. Ezt minden esetben a Földművelésügyi Minisztérium adja ki. A stratégiát nem csak az állami erdőgazdálkodóknak kell betartani, hanem minden magyarországi erdővel foglalkozó szervezetnek és a civileknek is. Gazdálkodás, közjólét, védelem. Ez az erdő hármas funkciója, amelyet figyelembe vettek a stratégia kialakításánál. Az erdő egy gazdasági tényező, hiszen olyan terméket állít elő, amit fának hívunk. Ez egy olyan megújítható nyersanyag, energiaforrás, ami nagyon-nagyon fontos nem csak hazának, hanem az egész világon. Az, hogy rendelkezésre álljon mindig annyi faanyag, amennyire a társadalomnak szüksége van, ezt az erdők biztosítják. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és úgy kell az erdőkkel bánnunk, hogy hosszú távon, viszonylag stabilan, meghatározott összetételben rendelkezésre álljon az a faanyag, amire szükségünk van. A nemzeti stratégia másik pillére a védelem. Az erdők hozzájárulnak az ország biológiai sokféleségéhez. Ha ezt nem tartják szakmailag rendben, akkor hazánk természeti értéke csökken. A harmadik pont a közjóléti funkció betöltése. Ez egyre nagyobb szerepet kapott az elmúlt időszakban. Ide tartozik, hogy az erdőt kikapcsolódásra is használják az emberek, illetve oktatási, ismeretterjesztési és turisztikai célokra. Fontos, hogy a kitermelt fa is helyben maradjon. Jelenleg ennek a mennyiségnek mindössze felét használjuk fel. Magyarországon 13,5 millió bruttó köbméter az a faanyag, ami a erdő területen évről évre gyarapszik, tehát ez a folyó növedéke. Ha ezt mondjuk egy fában gondolnánk el, egy év alatt 13,5 millió köbméter fával gazdagodna az a bizonyos országfa. Ebből a fahasználatok, erdőhasználatok során 7,5 millió köbmétert vesznek ki az erdőgazdálkodók, tehát jóval a folyó növedék alatt használjuk ki. Nem cél az, hogy ezt kihasználjuk, mert azért az határeset lenne, de esetleg azt látni kell a társadalomnak, hogy nincsenek túlhasználva az erdők, nincsenek kirabolva az erdők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdők aránya valamivel az országos átlag felett van, de a stratégia céljai között az is szerepel, hogy ezeket az átlagokat növeljék. Ez azért is fontos, mert az erdők a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai ellen komoly szerepet töltenek be. Szabolcs megyében főleg a nyírségi homokterületeken lehetne bővíteni az állományt.